Üdvözlöm a televízió nézőket! A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel telefonon kapcsoljuk Tiszadelsz polgármesterasszonyát, Fotosné Ceglédi Zsuzsát. Üdvözlöm, polgármesterasszony, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Köszönöm szépen a megkeresést, és szeretettel köszöntöm a televízió nézőit és a rádió hallgatóit. Ahogyan említettem, a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel Magyarország kormánya számos ponton több intézkedést vezetett be. Hogyan fogadták a tiszaderzsiek ezeket az intézkedéseket? Így visszagondolva, az első napok tűntek egy kicsit nehézkesnek, de itt a kollégákkal arra törekedtünk az első perctől kezdve, hogy minél gyorsabban és szélesebb körben tájékoztassuk az itt élő lakosságot a kormány által meghozott intézkedésekről. Hetente hírlevél formájában értesítjük az itt élőket az aktuális tudnivalókról, a szabályok, rendelkezések betartásáról. Ezt első körben interneten tesszük közzé, de mivel elég sok idős lakos van a településen, ezért nyomtatott formában is eljuttatjuk a postaládákba ezt a hírlevelet. Én úgy gondolom, hogy a médiának és a mi kis tájékoztatóinknak, hírlevelünknek köszönhetően sikerült megértetni a lakossággal, hogy nagyon fontos, hogy betartsák a tájékoztatóban leírtakat, a szabályokat, és most elmondhatom, hogy tényleg azt látjuk, azt tapasztalom, hogy a lakosság többsége fegyelmezetten, egymás segítve, egymásra odafigyelve élik a mindennapjaikat. Elindult a digitális oktatás. Önöknél milyen a visszajelzés a pedagógusok, szülők részéről, illetőleg a nevelési intézményekben, óvodában mi a helyzet? A digitális tanhelyhez kapcsolódóan ugye nálunk speciális a helyzet, hiszen a helyi általános iskolában nagyon kevés kisgyermek jár. Nekik nagy részüknek nem megoldott az online oktatás. Itt a tanárnéni, a családsegítő nyomtatott formában segít és juttatja el a tananyagot a gyerekeknek. Beszélgettem több eljáró kisgyermeknek a szüleivel, hát azt az információt kaptuk, azt mondták, hogy az első napokban, első időszakban ugye mindenki számára ez egy új helyzet volt fönt, hogy állt fenn, szokták a gyerekek, szokták a szülők is, de mostanra már tényleg gördülékenyen megy a kisgyerekeknek az otthoni oktatása, tanítása. A közétkeztetést hogyan oldják meg a településen? A közétkeztetés, ugye mi tavaly szeptemberben adtuk át a szociális konyhánkat, és most maximálisan ki van használva a konyha. Első körben az időseknek az étkezését oldjuk meg, az idősek otthona dolgozóinak segítségével minden nap kiszállítjuk az idős lakosságnak az ebédet. A gyermekétkezőknek a létszáma az megnövekedett, hiszen nagyon sok a más településre eljáró kisgyermek a településen, és ugye itt a kialakult helyzet kapcsán nekik is meg kellett oldanunk az étkeztetését, tehát majdnem duplájára, triplájára nőtt a gyerekétkezőknek a száma. Ott a szülők mennek minden nap a konyhára és viszik el az ebédet. Az elmúlt héttől az ebéd mellett a 10 órait és az uzsonnát is biztosítjuk a gyermekeknek. Itt a megnövekedett munka miatt a 3 konyhai dolgozó mellé az óvodából átcsoportosítottunk 2 dajkát, és ő segít be a uzsonna 10 órai elkészítésébe és az étel kiosztásába, tehát zökkenőmentesen meg tudjuk oldani a közétkeztetést. Miben tudnak az idős vagy az egyedül élő emberek számára segítségül lenni a településen? Nagyon össze tudunk dolgozni az idősek otthona dolgozóival, tehát a szociális intézményünkkel, és ugye az első perctől kezdve azt mondtuk, azt tájékoztattuk a lakosságot, a 65 év feletti lakosságot, ugyanúgy, mint a médiákban, hogy maradjanak otthon, vegyék igénybe a önkormányzat és az idősek otthona dolgozóinak a segítségét, és tényleg nagyon szépen kialakult ez a rend.
Tehát ugye az étkezésen kívül gyógyszerkiváltást segítünk, bevásárolunk, és elmondhatom azt, és tényleg örömmel mondhatom, hogy ugye a lakosság, a fiatalabb lakosság körébe is vannak olyan lakótársaim, akik szívesen segítenek, tehát önzetlenül ajánlják fel segítségüket idős szomszéd, szomszédainak, hogy segítenek bevásárolni, gyógyszert kiváltani. Tehát nem csak mi, mint önkormányzat, hanem a lakosság is átlátja ezt a helyzetet, és próbál, igyekszik segíteni az idős lakosságnak. Pozitívunként mondom el, és tényleg azt mondom, hogy ebben a nehéz helyzetben ugye nagyon sok jó dologra és pozitív élményre van szüksége az embernek. Tehát nagyon sok visszajelzést kapunk az idősektől is, hogy köszönik a segítséget és a gondoskodást, hogy ennyire odafigyelünk rájuk. De például a hétvégén egy idős egyedülálló nénjének a budapesti gyermekei hívtak föl, és meghatódva köszönték meg, hogy mennyire odafigyelünk a szülőre, és hogy milyen lelkesen mondja el a néni, hogy miben segítünk, hogy mindig tartjuk vele a kapcsolatot. Tehát ezek úgy gondolom, hogy egy ilyen nagyon jó dolgok, és erősítik a lelkünket, a lelki világunkat, és ilyenre van szükség nagyon sokszor, vagy sokra. Ilyenkor a térség országgyűlési képviselőjével, Efkovács Sándorral, és a megyei közgyűlés elnökével, Kubai Imrével is tartsák a kapcsolatot. Hogyan válaszol meg? Tehát igen, valóban jó a kapcsolat, és tájékoztatom képviselő urat, elnök urat is a tiszadelzsi helyzetről. Elsőként vagy legtöbbször online formában szoktunk értekezni, de telefonon is meg szoktuk beszélni az aktuális dolgokat. Polgármester asszony, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Én köszönöm a megkeresést, és kívánok mindenkinek nagyon jó egészséget és jó pihenést a hosszú hétvégére, és kellemes ünnepet, és üzenem a tiszabelzsieknek innen is, hogy maradjanak otthon, és vigyázzunk továbbra is egymásra. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, maradjanak otthon! Viszontlátásra!